amely nem érdemel a világ
valóságban kialakult versenyhelyzetből, és amely tudja fokozni saját teljesítményét. Egy olyan közösséghez akarunk tartozni, amely nem csak alkalmazkodni tud az Európai Unióhoz, hanem alapítani is képes az. És meg tudja mutatni, hogy van értékünk, amit oda tudunk vinni. Március 15-e a tavasz üzenet. És tavasszal nem csak a természet újul meg. Számunkra is a megújulás üzenetét hozza. És most 2007. március 15-e egy különleges üzenet. Az első igazán európai tavasz mindannyiunk számára. Az első igazán európai tavasz Székelyföldnek, Erdélynek és egész Romániának. Azt mondtam, hogy hosszú után jöttünk, de nagyon sok kihívás áll még előttünk. És itt az ideje, hogy ez az új kihívás, amilyen járított a csatlakozás, annak eleget tudjuk tenni. Beszéljünk nagyon összintén, ma még keveset tudunk az Európai Unióról. De csak azt is tudjuk, az Európai Unió is keveset tud rólunk. Székelyföldről, Erdély magyarokról. Az a feladatunk tehát, hogy hozzuk ki az unió értékeit, és a magunk értékeit megmutassuk meg ott. Hogy mutassuk meg, hogy nekünk van hagyományunk, van történelmünk, van jelenünk, és lesz jövőnk itt Erdélyben. Ez a feladatunk. Megmutatni európai arcát itthon, és megmutatni az erdélyi magyarok arcát Európában. Ezt tiszta beszéddel lehet elérni. És ha már tiszta beszéddel tartunk, akkor egy másik kérdésről is nagyon fontos tisztán beszélni. Hiszen ez egy nagyon fontos, égető kérdés mindannyiunk számára. És ez az autonómia. Az autonómia, amely eszköz arra, hogy egy erős, fejlődni képes közösségként tudjunk élni az európai közösség keverén belül. Hölgyeim és uraim, az autonómiát nem elég ki kiáltani. Úgy, ahogy 1848. március 15-én nem csak kiáltani kellett a forradalmat, hanem harcolni kellett érte. Ugyanúgy kell tennünk ezt a közösségünk autonómiáért is. Meg kell valósítani azt, meg kell teremteni a feltételei, dolgozni kell érte. El kell magyarázni saját közösségünknek is, de a közösségünk is, hogy mit jelent ez. És akkor el fogják fogadni, hogy hogyan? Tisztán, őszintén, egyenes beszéddel. Tisztelt ünneplő közösség! 1848. március 15-e a Márki nyitja a emlékezők ezen a napon. Az ők áldozatukra volt szükség ahhoz, hogy szabadságunk emlékezzünk. Sétálunk ugye Gáborával sorra mellett, és kötelez az ők emlék. Az ők áldozatukra volt szükségük, az ők mártíromságukra. És jogos a kérdés, hogy most, az idei márciusokon, az előttünk elő márciusokon van-e szükség mártírokra? Van-e szükség áldozatokra? Önök és uraim, azt gondolom, hogy hősöken és mártírokon túl nem csak olyan emberekre van szükségük, akik meghalni képesek egy eszméért, hanem olyanok, akik élni képesek. Amik élni és dolgozni akarnak azért, hogy ez a közösség fejlődjön, felemelkedni tudjék. Önök, akik értik az európai kihívás szavát, és akik közösen együtt tudnak dolgozni azért, hogy egy erős, élni tudó közösséget építsünk az Európai Unióban. Igen, tehát emberekre van szükség. Olyan emberekre, akik használni tudják tudásukat, munkájukat, erejüket, akik élni tudnak a közösségért, és akik tenni és dolgozni akarnak érte. Olyan hősökre, tehát a mindennapok hőseire, akik felveszik a hatot a nehézségekkel, és minden ellenállás ellenére munkakedvel és optimistán állnak elő a kihívásokat. Máris Sándor azt mondta, az ünnep, az élet hangja felső értelme. Készüljünk föl rá testben és lélekben. Engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy ezekkel a szavakkal kívánjak önöknek örömteljes, méltóságteljes ünnepét március 15-én itt, Kézdivásárhelyen, Erdélyben, Európában és a világ mindenben. Köszönöm szépen!